A Magyarország területén 2013. január 1-én született 197 gyermek közül hatan vették át személyesen a város ajándékát, a névre szóló Petőfi kötetet. Úgy gondolom, hogy az, hogy ilyen hagyományokat őriz a város, ez egy nagyon nagy szó, és különösen az, hogy Petőfi Sándor, ő nagyon közel áll azért a mi szívünkhöz, ő egy nagyon nemzeti költőnk volt, és hát azért nagyon sok versét nagyon szeretjük. Úgyhogy ezt kifejezetten nagyon örültünk neki, és ezért is vagyunk itt, mert úgy gondoltuk, hogy inkább mindent átszervezünk, de ez van annyira fontos nekünk és a gyermek számára is majd a későbbiekben, hogy mindenképp itt legyünk. Kiállítás nyílt az Ezt szeretem Petőfiben címmel kiírt képzőművészeti pályázatra érkezett művekből a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum emeleti galériájában, ahol átadták a zsűri által odaítélt díjakat is. A tárlatot P. Szabó Ernő művészettörténész, a zsűri elnöke nyitotta meg. Tehetem még hozzá valamit a művészet a korábbi idők Petőfi táblázoló alkotásaihoz. Alig, hanem minden korszak felteszi magának ezt a kérdést, és persze művekkel válaszol rá, igen. A néhány évvel ezelőtt elhunyt kiváló festőművész Csernus Tibor például egy olyan festménnyel felelt, amely azt a jelenetet ábrázolta, amelyen éppen Orlai Petrics festette le barátját. Párbeszédet folytatott tehát ez a mű a korábbi alkotásokkal, és végül is mindegyik alkotás ezt teszi, akarva akaratlanul is. Első helyezett lett Prutkai Péter, Munkácsi Mihály díjas grafikus, második helyezett Kelemen Dénes Lehel festőművész, harmadik lett dr. Pápai Lívia textilművész. Külön díjat kapott Széri Varga Géza és Vróbel Péter. Nem maradhatott ki a programból a színházi előadás sem. A Szilveszter Társulat népszerűségének köszönhetően hetekkel korábban elfogytak a jegyek a Petőfi művéből adaptált A helység kalapácsa, avagy Betyárvilága javából című darabra. Abszolút elfogulatlan és a társulatot nem ismerő Sopronból érkezett a fiatal ember, életemben nem láttam, hallottam, nem is tudom, kinek a vendége volt, aki odajött és azt mondta, hogy annyira fantasztikusak a karakterek, és annyira passzolnak, azt nem tudtam meg, hogy szakembere vagy sem, de valami köze biztos lehet hozzá, mert egyébként biztos nem jött volna oda, hogy nagyon, és hát akik ismernek bennünket, meg nyilván a hozzám közel álló barátok, család, rokonok, mindenki azt mondta, hogy még a büdös életben nem volt ennyire eltalálva a karakter. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel a társulat január 12-én vasárnap 15 órától ismét a Művelődési Ház színpadára lép. Ezúttal nem kell jegyeket igényelni, a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. Az előadás ezúttal is ingyenes lesz. Éjfél után a szülőház előtt gyülekeztek nem csak a Petőfi Szilveszter résztvevői, de számtalan kiskörösi is, ahol Buda Ferenc Kossuth díjas költő gondolatait hallgatva köszöntötték az új évet, majd Domonyi László polgármester lépett a mikrofonhoz, hogy a Petőfi Birikommal a kezében fogadalmat tegyen erre az évre. Petőfi Múzeum gyűjteményét, az egyre gyarapodó gyűjteményét raktározni, tárolni méltó helyen egyre nehezebb, és a szűk hely megoldhatatlanná tette ezt. Ez a gyűjtemény rendkívül értékes, és ezt a gyűjteményt nekünk nagyon-nagyon kell őriznünk, és nagyon kell rá vigyáznunk. Ezért egy méltó helyjel, egy méltó helységgel bővítjük a Petőfi Szülőház területét. A közös program zárásaként Fáklyás zarándokút indult Petőfi keresztelési helyére az evangélikus templomba, ahol a hagyomány szerint csak ezen az éjszakán tekinthető meg a költő eredeti születési anyakönyve. Ezen az éjszakán először volt együtt látható az anyakönyv és a templom eredeti oltárképe, mely néhány héttel ezelőtt került vissza az őt megillető helyre.